Az ukrán ISD Donbass csoport igazgatósága végleges döntést hozott arról, hogy a Dunafer ZRT lőrinci meleghengerművét bezárják. A kerületi MSZP Fáklyás felvonulással fejezte ki szolidaritását az ott dolgozó közel 300 munkás mellett. Világosra szeretnénk tenni azt, hogy van felelőssége mindenkinek, a politika minden szereplőjének abban, hogy az itt dolgozó embereknek mi lesz a sorsa, el tudnak-e majd helyezkedni, tudnak-e tovább a gazdaságban dolgozni, vagy a közmunkások sanyarok kenyerét lesznek kénytelen enni. Ebben szeretnénk a kerületet vezető politikai erők felé is, a kormányzat felé is, és a szakmai szervezetek felé is világos jelzést tenni. Az eljárás hivatalosan augusztusig tart, és mind a 251 munkavállalót érinti. Az igazgatóság február 20-án döntött az elem és a hozzá kapcsolódó szervezeti egységek funkciók megszüntetéséről. Az elemnél durva lemezhengerlés folyt decemberig, ehhez az alapanyagot alapvetően a Dunafer szállította. A hengermű vesztesége 2012 első felében elérte az 5 millió dollárt, és a helyzet javulásának semmilyen jele sem mutatkozott. A rendkívül elavult technológiával dolgozó gyár bezárásával az ország egyik legrégebbi ipari létesítményére kerül lakat.